Így nézett ki születése után nem sokkal a kis borjú. A fehértói lila tehén híre hamar elterjedt a faluban, és az interneten is. Én még nem hallottam. Sok mindent láttam lánatok között, de a lila tehén született volna aztán. Az újságban vannak dolgok. Olyan, mert ugye újságot azért olvasok, meg tévét nézek, de különben nem. Hát az érdekes dolog, biztos. Utána jártunk a csodának, megkerestük a lila tehén gazdáját. Az egyhetes borjú szőre viszont szemmel láthatóan veszített lilás árnyalatából. Pápai Csaba gyerekkora óta foglalkozik állatokkal, azt mondta, ez már a második borjú, ami lilás szőrrel született. Egy 5-6 évvel ezelőtt már egyszer született nálunk ilyen színű borjú. Egy darabig azért nézegettük, de hát aztán ugye hogyan szára meg egy kicsit változott a színe, de hát még mindig azért a lilához hasonlít. A színes névre keresztelt borjú elválasztva anyjától a bikákkal él együtt. Bár még most csak tejet kap enni, az újszülött tehénke már a szénával is ismerkedik. Egy hete született, és akkor még lila volt, de kicsit már világosodott azóta. A gazda elmondta, fél éves kora után kerül a szabadkarámba anyja és a többi tehén mellé.